Ahogy arról híradónk is beszámolt, a napokban érkezett meg Ukrajnába az a minden szükséges orvosi eszközzel ellátott mentőautó, amit a budapesti székhelyű Magyar-Ukrán Kereskedelmi és Iparkamara kezdeményezésére adtak át Asztélyban. A gépjármű teljes körű felszerelését a TRP Hungary Kft., valamint az OTP Humanitás Alapítványa vállalta magára, és a háború kitörése óta ez a 13. mentő, amit Ukrajnába küldenek. A tervek szerint ezt az autót Odessa megyében fogják elsősegély, illetve rehabilitációs célokra használni. Oda az iparkamara dél-ukrajnai képviselője vitte tovább. Úgy gondolom, hogy ez a soron következő példamutató jele a mi jó együttműködésünknek, a mi vendégeinkkel, kollégáinkkal. Gelb Sándor barátunkkal, a közös iparkamara elnökével teljesítettük mindezt, aki szintén elkísérte a mentőt a határa. Úgy gondolom, hogy rengeteg teendőnk van még. Ezt kell most, és ezt fogjuk a jövőben is tenni. Vagyis mindenkinek úgy kell segítenie ebben a helyzetben, ahogy tud. Ezekkel a mentőkkel a sérült katonákat fogjuk a központi klinikákra szállítani. Ahogy mondtam is, a vákumos matracok mellett nagyon komoly felszereléssel vannak ellátva, ami elsősorban az átszállításukat könnyíti meg azokba a városokba, ahol teljes körű orvosi ellátást kaphatnak az arra szorultak. A magyar barátainktól kapott járművek nagyon hasznosak, és már ki vannak próbálva.